Az ország egyik leglátogatottabb műemlékvédelem alatt álló református temploma a Nyírbátori, mellette pedig annak elválaszthatatlan része az 1640-ben erdélyi mintára készült faharangtorony. A késő gótikus és kora stílust egyaránt ötvöző templom állag megóvó felújításai és turistabarát fejlesztései valósultak meg a top turisztikai programban. Református kézben tulajdonképpen három meghatározó épület van templomban, Nyírbátor, Piricse és Nyírmihájdi. Erre az alapkoncepcióra indult el annak idején ennek a topos programnak a, a gondolata. Nyilván a Nyírbátori Református templom az nem csak regionális értelemben kuriózum vagy monumentális, hanem az országos léptékben mérve, mérve is elképesztően komoly műemléki képvisel. Ugye ez az a református templom, ami tulajdonképpen egy késő gótikus és egy korrasz reneszánsz stílusjegyeket tartalmaz. Ennek a komplex, felújítása már évekkel ezelőtt, emlékem szerint olyan 2008 és 2010 között megvalósult, de szükségessé vált az azóta eltelt időben olyan állagmegóvó munkálatoknak az elvégzése, ami a templomnak a fényét vagy a jelentőségét továbbra is fenntartja. Tehát alapvetően ezek kisléptékű beavatkozások, állagmegóvásra irányuló beavatkozások. Ez pedig már a Piricsei Faharang torony mellette a református templommal. A 13. században román stílusban épült műemléképület is korszerűsítésre szorult. A nagyfokú felvizesedés miatt a templomban korábban feltárt középkori freskó biztonsága került veszélybe miatt. Piricse esetében ez egy kevésbé ismert kis falusi műemlékről van szó. Itt is nagyjából húsz évvel ezelőtt már megtörtént a templomnak a felújítása, de itt viszont egy nagyon komoly felvizesedési problémánk volt. Van benne egy olyan középkori freskó, amit már ez ténylegesen érintett, és hogyha nincs időben, beava nem történik beavatkozás az épületben, akkor érinthet és károk keletkezhetnek ebben a freskóban. A harmadik helyszínen Nyírmihádiban egy látogatóközpontot szeretett volna kialakítani a Tiszentúli Református Egyházkerület a Top Turisztikai Pályázatának keretében, ennek megvalósítása azonban eddig nem kezdődött el.